Élőzene kíséretével palóc néptánc bemutatót tartottak a Heves megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény EGRI idősek otthona lakóinak. Az EGRI szakképzési centrum Borna Missza Gergely szakgimnáziumának 10. A osztályos tanulói 2019. novemberétől töltik 50 órás közösségi szolgálatukat az intézményben. Minden héten más témából készülnek fel a diákok, melyekből előadást tartanak, majd közösen az otthon lakóival beszélgetnek. A legutóbbi alkalommal a Szent Domon Kosi Palóc hagyományőrző csoport tagjait kérték fel egy előadásra, ahol az egyik tanuló is táncol. Hasznosan szerettük volna eltölteni a közös, ezt az 50 óra kötelezőt, és erre gondoltunk, hogy eljövünk ide az idősek otthonába, és meghallgatjuk az időseknek a régi történeteit, a élettapasztalataikat. A tanulók minden héten 2 órát töltenek el az idősekkel az intézmény társalgójában. A szépkorú lakók minden alkalommal lelkesen várják a gyerekek látogatását. Nagyon, nagyon tetszett, és azt mondhatom, hogy ezek a fiúk, ezek komolyan viselkedtek, férfiasan. Nagyon tetszett, úgyhogy nem kell félteni a mai fiatalságot, nagyon rendesek lesznek, hál' Istennek. A Heves megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény vezetője Víg Józsefné elmondta, fontosnak tartják, hogy a generációk találkozzanak egymással, a gyerekek pedig örömmel jönnek az intézménybe. Uzelman Tamás, a Borna Missza Gergely szakgimnázium intézmény vezetője kiemelte, a fiataloktól szép összefoglalókat hallottak, a jövőben is szeretnék, ha folytatódna ez a program.